Itt a mama meséi. A pökhendi virág és a lámpa. Klotild és Kázmér története. Szeretett itt a parkban élni. Imádta a tavaszt, amikor az első napsugár megcirógatta kibontakozó rügyeit. Teltek a napok, és ő egyre magasabb és szebb lett. Ezek voltak a legboldogabb idők a számára, hiszen minden figyelem ő rá irányult. A gyerekek újjongva mutatták szüleiknek, oda néz, anya, milyen nagy az a virág! A nagymamák egymásnak mesélték. Régen nekem is volt ilyen virág a kertemben, de már csak itt a parkban nézhetem. Lányomékhoz költöztem, megszülettek a kisunokák, kell a segítség. A fiatalok is észrevették, hűha, mekkora virág! Veszek ilyet majd a szüli napodra, mondta egy fiú a lány barátjának. Ez pedig minden évben így történt, napról napra. Igyekezett jól elterpeszkedni, hogy a többi virágot észre se vegyék. Leveleivel is buzgón eltakarta őket. A többi virág először berzenkedett ellene. Azt hiszed, csak körülötted forog a világ? Mi is szépek vagyunk, nem csak te. Még ha kisebbek vagyunk, akkor is. Szóra sem méltatta őket, fölényesen nézett le rájuk, összevonta mérgesen a szemöldökét. Magában azt gondolta, akkor is én vagyok a legszebb a parkban. A többi virág végül belefáradt a szüntelen harcba. Végül elnevezték a rátarti Klotildnak, és csak halkan félve kuncogtak, amikor egymás között kiejtették a nevét. Örömüket azonban még ez sem vette el. Szerették, ha a napsugarak marizsgálták őket, a szél megborzolt a szirmaikat, hűvösebb napokon összebújtak, úgy melegítették egymást. Nem érdekelte a többi virág pusmagása, csak a dicsérő szavak. Egyszer meghallotta, hogy Klotildnak hívják. Valamit még mondtak előtte, de azt nem értette meg, mert nagyon halkan sutyorogtak. Ez nagyon imponált neki, és egyre pökhendibbé vált. Ám egy napon váratlan dolog történt. Munkások érkeztek a térre, és egy lámpa oszlopot állítottak fel. Elégedetten nézegették, amikor az egyikük észrevette. Hoppá, ezt elrontottuk, gyártási hibás, nagyon alacsonyan van a búrája. Tanakodtak, mi legyen most? Kázmér óvatosan figyelte és hallgatta őket. Mi lesz most velem? A társaim is mindig gúnyoltak, hogy kisebb vagyok, mint ők. Mindig azt mondogatták, selejtes vagy, nem kell sehova. Ilyenkor csak szomorkodott magában. Egyre izgatottabb lett. Vajon mi lesz a sorsa? A dolgozók végül telefonáltak a főnöknek. Semmi gond, maradjon ott. Az egy díszlámpa véletlenül került a többi közé. Kázmér megkönnyebbült, de hamar elkezdett töprengeni. Vajon milyen lesz itt az élete? Itt is sértegetni fogják. A munkások is megkönnyebbültek, egyikük nevetve mondta, no kis lámpa, sok szerencsét. Teltek a napok, minden maradt a régiben. Kázmér lassan megismerte a tér lakóit. A kis virágokat hamar megkedvelte, gyorsan összebarátkoztak. Elmesélte nekik, hogy a Kázmér nevet a készítője adta neki, mert őt is úgy hívták. Klotildot csak elővigyázatosan merte nézegetni, mert hamar észrevette, milyen fenhéjázó. Kár érte, gondolta magában, hiszen milyen szép. Egy nap azonban ismét váratlan dolog történt.
Egy kisfiú odaszaladt hozzá, átölelte, és azt mondta, anyu, nézd csak, milyen szép ez a lámpa. A figyelem ezután rá irányult. Tényleg, olyan, mint egy esernyő, aláállhatok, mondta egy kislány. A hír pedig gyorsan terjedt. A térnek új kedvence lett. Kázmér félénken fogadta ezt az új helyzetet, de boldog is volt, hogy itt más lett az élete. A kis virágok figyelték, mit fog ezután tenni, hogy ő lett az első közöttük. De Kázmér nem változott. Szerénysége még az irigyeket is lehengerelte. Mindenki megszerette a téren, békésen éltek egymás mellett. A bogarak, lepkék esténként hozzámentek melegedni. Clotilde először észre sem vette a változást, utána azonban egyre dühösebb, mérgesebb lett. Mit képzel magáról ez a lámpa, hiszen kicsi, csúnya és fekete? Dohogott magában. A féltékenység és irigység megfakította szirmait. Lassan a levelei is elkezdtek száradni. Ősszel kertészek jöttek, hogy rendbe tegyék az ágyásokat. Nézd csak, Kati, mi lett ezzel a virággal? Pedig egész nyáron öntöztük, ápoltuk, mégis tönkrement. Nagyon megcsúnyult, pedig milyen szép virág volt. Nem lesz már semmi belőle jövőre, vágjuk ki. Ezek voltak az utolsó szavak, amit Clotilde hallott, majd éles fájdalmat érzett, amikor a kapa a gyökerébe hatolt.